Az interpellációk és kérdések órája után a testület támogatási szándékát fejezte ki Weber Csaba rendőr alezredes június 1-i hatállyal történő kivenevezéséről a gyulai határrendészeti kirendeltség vezetői posztjára. A testület elfogadta a Gyulai Közüzemi Kft., a Turisztikai Kft., a Várfürdő és a Gyulahús Kft. 2014-es beszámolóját és 2015-ös üzleti tervét. A Várfürdő 37 milliós, még a Gyulahús Kft. 161 milliós nyereséggel zárt. Jóváhagyta a grémium a Gyulai Termál FC és a Gyula Sport Kft. TAUS pályázatból megvalósítandó beruházásait, és döntöttek az implomiskola melletti ingatlan megvásárlásáról az intézmény területének bővítése érdekében. Az ülésen több pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők. Nagyon fontos önkormányzatunk számára, hogy a gyermekéhezés megelőzéséért, illetőleg a gyermekéhezés ellen minden lépést megtegyünk. Szociális érzékenységünk erre indított bennünket. Az iskola tej program is ennek egyik része, amelynek során hetente háromszor ingyen tejterméket kapnak a gyulai iskolások, ezt fogjuk folytatni, erre kaptam felhatalmazást. Másrésztről szeretnénk a napsugáridősek otthonát felújítani, erre most nyílt egy pályázati lehetőség, több mint 21 millió forintos beruházással tudunk ott lényeges problémákat megoldani. És a tanyagondnoki szolgálat részére is pályázunk egy új terepjáróra, hiszen már 8 éves az autó, amivel ellátják a gyulai külterületek gondozását. Durkó Károly interpellációjában a Dózsa-György úti volt Béresféreház életveszélyes állapotára hívta fel a figyelmet, mellyel kapcsolatban már évekkel ezelőtt is élt jelzéssel a város felé, ám idáig ebben nem született előrelépés, pedig az ingatlan állapota ezt megkövetelné. Jelen pillanatban életveszélyes, katasztrofális állapot uralkodik az épületen. Én azt kértem, hogy hatósági segítséggel is kérjük az épület kényszerbontását. Az a döntés született a járási hatóság bejárás után, hogy kötelezzük a tulajdonost az épület azonnali helyrehozatalára, vagy a kényszerbontásra, illetve kezdeményeztük a Békés Csabai járásnál a műemlékvédelmi osztályon, hogy soron kívül járjanak el az épület ügyében, tehát hogyha ezt a tulajdonos nem teszi meg, nagyon remélem, hogy a hatósági úton sikerül ezt az életveszélyes állapotot megszüntetni. Buszsofőrök keresték meg Bott Tamás képviselőt, aki azzal kapcsolatban interpellált, hogy a közlekedési társaság átszervezése őket hátrányosan érinti, a jövedelmüket és egyéb juttatásokat illetően, ezért még a felmondásokat is kilátásba helyezték, ha nem változik a helyzet. Nehéz belátni, hogy ez közlekedésileg, társadalmilag Gyula belterület, illetve Gyula Csaba, Gyula Sarka vagy Gyula Eleg viszonylatában mi történne, ha ez bekövetkezne. Természetesen én ezt el szeretném kerülni, erre hívtam fel a városvezetés figyelmét. Ők egy a vezérigazgató által írt levelet ismertettek itt a testületi ülésen, ami én azt hiszem, hogy kicsit rózsaszínűbbre festi a képet, mint ami valójában a szakszervezet az ebben a kérdésben egészen más állásponton van, és egészen más tényeket tud a helyzettel kapcsolatban. Közel 10 millió forint értékben nyújt be pályázatot a város annak érdekében, hogy a nagy értékkel bíró Scherer Ferenc Gyulaváros története első-második kötetét ugyanolyan minőségű reprint kiadásban megjelentessék. Azért tartom ezt jelentős dolognak, mert ez a mű, ez Magyarország egyik legelismertebb városmonográfiája, rendkívül magas színvonalon íródott annak idén, és egyébként jó stílusban is érdekes mű. Mindenki, aki szereti a városunkat, aki érdeklődik a múltunk iránt, alapműként kezeli. Szeretnénk, hogyha az újabb generációk is megismerhetnék, ugyanis már nem kapható, mert elfogyott, 89-ben adták ki utoljára, ezért szeretnénk most ismételten kiadni. Véleményezte a testület a nevelési intézmények vezetői pályázatait. Az implomiskola élére az eddigi vezetőkertes Gabriella pályázat, aki a testület támogatását is bírja. Az ötös számú általános iskolánál szintén az eddigi vezető Szabadosné Bécsi Katalin adta be pályázatát, a testület őt is támogatta, mint ahogy a Bai iskola esetében is, ahol Szabóné Bohus Márta indult a posztért. A Dürer iskolába az eddigi vezető Juhászné Petri Hajnalka és Zámor Éde adott be pályázatot, itt az utóbbi jelöltet támogatta a testület. Ugyanígy az alapfokú művészeti iskola esetében is ketten indultak a vezető posztért, Gyalog László és Cirok Mihály, itt az eddigi vezetőt támogatta a testület.